Súlyos baleset miatt volt teljes útlezárás a 8-as főút egy szakaszán, és ahogyan az a videón is látszik, a rendőrök Kámnál a 87-es főútra terelték a Vasvár felé tartó forgalmat. Ahogyan az teljesen megszokott, ezúttal is akadtak jó páran, akik megpróbálták ezt kijátszani, és az út melletti benzinkúton keresztül visszahajtottak a 8-as főútra, és ezzel a 200 méteres kerülővel folytatták az útjukat Vasvár felé. Nem jutottak túl messzire, mindössze néhány kilométert tehettek meg, amikor újabb útlezárásba futottak, és ezúttal már vissza is kellett fordulniuk. A trükközőknek szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a rendőrség általában nem hobbiból vagy unaloműzőnek zár le egyszámjegyű főutakat, hanem ennek általában nyomós oka van. Természetesen az a több tucat autós, aki a rendőr kikerülésének céljával áthajtott a benzinkúton, mondhatja azt, hogy nem vette észre a lezárást, és a figyelmetlenségére még az is bizonyíték, hogy tankolni is elfelejtett a benzinkúton, de helyett inkább célszerűbb valóban elkerülni a lezárt útszakaszt. Korábban az M86-os autóúton hajtott el valaki a két sávot lezáró rendőrautó mellett, majd a sofőr egy olyan balesethez ért, aminél nem lehetett kikerülni a roncsokat. Az autó vezetője felmérte, hogy több órás várakozás vár rá, ezért körülbelül 2 kilométer tolatott a lezárt autóúton, de lehajtónál már várta egy rendőr, és a papírmunka után még megvárhatta, amíg megnyitják az autóutat. Biztosan megérte.